Mióta létezik az SH Rekord? A cégünk körülbelül 70 éves múltra tekint vissza, 1949-ben alapították 2 fővel, 5 éven belül már 100 fő dolgozott, és amikor a csúcs foglalkoztatását elérte a cég, akkor 1100 főt tudott a kötelékén belül. Mi volt a jellemző a cég tevékenységére ebben az időszakban, mire szakosodott? A kezdeti időszak az még a hőskorszak volt, akkor egyedi szabású zakó, pantaló, költönyök gyártása folyt, otthoni körülmények között, és amikor a cég ezt a 100 fős létszámot meghaladta, akkor megvásárolták Zalaszentgróton a Zalaszálló épületét, a legrégebbi traktust, ahol most a drogéri márt helyezkedik el. Hogyan lépett tovább a cég a 80-as, 90-es években? A 80-as, 90-es években volt egy rettentő nagy mértékű gépesítés. Ez olyan szintű volt akkor, 82-ben, ami a mai napig használatban vannak ezek a gépek, tehát csúcs technológiát hoztak be, és ez a mai arculatra abba volt jellemző, hogy a céget alkalmassá tette felső kategóriás és luxus termékek gyártására. Akkor még elsősorban klasszikus férfi divatot vartak. A privatizáció hogyan hatott a cégre? A privatizáció annyiban hatott, hogy a melléküzemágak, a korábbi Türje és Pákai melléküzemágak megszűntek, és akkor az a létszám, az a 250 fő körüli létszám maradt meg a korábbi 1100 főből. A régi tulajdonosoknak mi nagyon sokat köszönhetünk, és a mai napig szeretettel és tisztelettel emlegetik a nevüket. Simon Csabának és Mankovics János úrnak hívták őket. Sajnos Simon úr 2 éve meghalt. Ma már a cég tulajdonképpen egy családi vállalkozás, hiszen egy család tulajdonában van. Így van. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy édesanyám a tulajdonos, úgyhogy én elmondhatom, hogy én imádom a főnökömet. Ő azt gondolom, hogy a magyar ruhaiparban, de nem csak a magyar ruhaiparban, hanem a közép-európai vagy akár egész európai ruhaiparban egy hatalmas nagy személyiség. Ő 94-től mint műszaki igazgató vezette a céget, és 2002-ben vásárolta meg. A régi tulajdonosokról még annyit szeretnék elmondani, hogy neki nagyon fontos volt az embereknek a sorsa, és több érdeklődő közül nem választottak, inkább azt mondták, hogy felajánlják édesanyámnak, hogy vigye tovább ezt a céget. Ez azért volt akkor egy nagyon komoly választóvíz a cég életének a történetében, mert 2002-ben egy nagyon jelentős ruhaipari válság sodort végig, egész Magyarországon komoly gyárak zártak be. Mi akkor profilváltottunk, és a klasszikus férfi divatról, tehát a klasszikus öltönyökről áttértünk az osztrák traktár ruházatra. Kik a megrendelői, kiknek dolgoznak most? Mi elsősorban osztrák ügyfeleknek dolgozunk, a legnagyobb megrendelünk az Alver cég, mellettük még az Autzinger és a Steinbock céget tudnánk megemlíteni. A klasszikus férfi divatból körülbelül egy 10%-os lekötésünk maradt a kapacitásban. Ez Willibert Szuper úr biztosítja számunkra ezt a megrendelést. Varunk mellette időszakosan gyermekruhákat, de itt is öltönyökről vagy mellényekről van szó. Ami közös az összesben, hogy mind kiváló minőségű alapanyagból készül. Jelen pillanatban mennyi embert foglalkoztatnak? 220 fővel dolgozunk, évek óta tartjuk ezt a létszámot. A cég mérete nem tudja megengedni azt, hogy bővítsünk, a kapacitásunkat ezzel a létszámmal tudjuk maximálisan ellátni. Mondjon nekem egy árbevételt, hogy mekkora mértékű, milyen nagyságrendű céget képzeljünk el az SH Rekordnál. Az éves árbevételünk egy olyan 2.200.000 euró. Esett már arról szó, hogy a ruhaiparban válság van, nem olyan messze Zalaszentgróttól Zalaegerszegen is egy hasonló ruhaipari cég gondokkal küzd. Hogyan sikerült megőrizni a piaci pozícióikat? Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy mi csak 2 dolgot csinálunk máshogy, mint mások. Az egyik az, hogy kiváló minőségben dolgozunk, a másik pedig az, hogy határidőben. Sajnos a magyar ruhaipari cégeknél ez nem volt jellemző. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy erre a specializált területre tévedtünk, a traktorruházatra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy átlagos magyar turista egy vadászruhának nézi ezt, de az osztrákok ebbe
tisztelendő módon viszonyulnak a nemzeti ruházatukhoz, a népviseletükhöz, mivel ők utcai viselésre alkalmassá teszik. És ez a legdivatosabb alapanyagokból készül. Ehhez mind technológiailag kell fejlődnünk, mind nagyon fejlődnünk kellett hozzá, hogyha a megrendelőnek az a kérése, hogy a kellékeket mi adjuk a ragasztóktól kezdve a bélések keresztül mindent, hogy legyen egy olyan raktárkészletünk, hogy nehogy fennakadás legyen egy napig is, és a szakmai felkészültségbe is persze csúcson kell lenni. Milyen főbb fejlesztési lépések voltak a cég életében? Nyilván itt elsősorban a műszerezettségre kellene talán gondolni. Ahogy említettem, 82-ben volt egy nagyon komoly gépesítés, de hiába volt akkori szinten tényleg egy világszínvonalú agyár, tehát nyilván telt az idő, mindenféle technológiai változás következett be. Folyamatosan vásároltuk a gépeket, vásároljuk minden a mai napig. Ezek elsősorban mind saját tőkéből történtek. A tavalyi év folyamán volt egy pályázati lehetőség, amikor hosszú évek után kaptunk segítséget gépvásárláshoz. Az egyik legfontosabb talán az, hogy a költség megtakarítást mi nagyon komolyan vesszük, és az elsődleges szempont az az, hogy ez soha nem a bérköltségen történik. A bérfejlesztéseket mindig végrehajtjuk, viszont eleve ebben a világban, amikor az energiafelhasználás olyan mértékű terheket ró a cégekre, tehát az említett gyárépületnek a legfiatalabb része is most már több mint 35 éves. Ezért az azt jelenti, hogy folyamatosan újítani kell az épületet, nyílászárókat, tehát hatalmas nagy összeget emészt fel. Úgyhogy folyamatosan nem hagyjuk azt, hogy a problémák a nyakunkba omoljanak, hanem folyamatosan teszünk a megelőzése érdekében. Önök nagyon szerencsések, hiszen az édesanyja vállalkozását a családon belül úgy néz ki, hogy sikerül továbbvinni. Hát nem tudom, hogy ő mennyire találja szerencsésnek vagy más. Én minden esetre annak találom, és én büszke vagyok rá, hogy az édesanyám a főnököm, mert nála jobb tanárt nem tudnék találni. Itt szeretném megemlíteni azt, hogy azért van nekem két kolléganőm, aki nagyon nagy segítséget nyújt ebben. Vargáni Szabó Henrietta, aki a gyártásért felelős, ő a műszaki igazgató, és azért, hogy nyugodtan aludjunk otthon én is és az egész család is, ezért Vilmanné Huszanikó a felelős, ő a gazdasági igazgató. És a közelmúltat tekintve még egy embert szeretnék megemlíteni, aki a mai napig nagyon jó barátunk, mondhatom, hogy édesanyám harcostársa volt, legközelebbi kollégája Németh Feri bácsi. Azt az átállást 2002-ben, hogy zökkenőmentesen le tudtuk bonyolítani, ott ő erősen benne volt, és nagyon nagy segítséget nyújtott nekünk.